Idén júniusban kezdtek el dolgozni a Mörzsi Szent István házon. Ebben az épületben új körülmények között végezhetik majd tevékenységeit a helyi civil szervezetek. Hál' Istennek kompletten nekünk volt arra, hogy nagyjából itt mi vár ránk, és már egy évvel ezelőtt megkezdtük a felkészüléseket. Statikailag az épület, tehát meg kellett erősíteni, alálapozási munkálatokkal kellett kezdjük a teljes építkezést. Miután ezeket az alálapozási munkákat a elkészült statikai tervek szerint végrehajtottuk, utána kezdtük el a meglévő külső, illetve belső vakolatokat leverni az épületről. Ezzel után, amiket találtunk, kijavítottuk, továbbá teljes épület alászigetelésre került, ami azt jelenti, hogy a vízszigetelési problémákat, ami elég jelentős volt ezen épületen, azt mindent körbe, teljes egészében megoldottunk, és miután ezeket megoldottuk, hagytuk kiszáradni az épületet, hogy a rendkívül vizes falakból a nagy mennyiségű pára távozni tudjon, és ezután kezdtük el újjáépíteni a teljes épületet, mind szerkezetileg, mind pedig felületileg. Jelenleg ott tartunk, ugye, hogy már festők dolgoznak bent, glettelési munkálatokat végzünk, festőinknek itt szüksége van jelentős épületszobrászati munka tudományára is. A külső homlokzatot teljes egészében, mivel védett épületről van szó, helyre kell állítsuk. Ezekhez speciális anyagokat kell használjunk, meg kell tartsuk az épület mi voltát, mind kinézetben, mind formában. Többféle szempontból is fontos beruházás. Nyilván fontos az, hogy egy épület, egy ingatlan, ami az önkormányzat tulajdonában van, ez megújul. És az is nagyon fontos, hogy olyan épület újul meg, amit a civilek használnak. Tehát gyakorlatilag azt azért tudni kell, hogy ez 2006 körül fel lett némileg újítva ez az épület, de hát mondjuk úgy, hogy nem sikerült maradéktalanul. Ennek több oka is van, és nyilván a legfontosabb ok az az anyagi ok. Tehát én azt feltételezem, hogy előtte se volt igazán a rendelkezésre álló az a forrás, ami egy teljes épületfelújítást akart volna. Ez ideig, óráig jó volt, de már régóta tudtuk, hogy ehhez az épülethez is hozzá kell nyúlni, ugyanúgy, mint egy csomó önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz. És ebben az úgynevezett összefogás Tolnáért nevű topos pályázatban lehetőségünk nyílt arra, hogy olyan közösségi tereket hozzunk létre, amiket a civilek használnak. És ennek egy nagyon fontos része a két civilház felújítása. Most éppen a Mörzsi civilház előtt állunk. Ez egy nagy épület egyébként, és én azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy nagyon fontos az is, hogy Mörzstelepülés részen is történjenek felújítások, beruházások, hiszen a mörzsi emberek is ugyanolyan fontosak, mint a település más részén élők, tehát én azt gondolom, hogy nekik is jár, hogy legyen gyönyörű szép civilházuk. Mondta még júniusban Appelszoffer Ágnes polgármester. A civil ház hamarosan átadásra kerül, emellett számos felújítás zajlott az elmúlt években Tolna, Mörzsi részén. Az egykori Gödörtér helyreállítása és az ottani játszótér kialakítása, a Zöldkert utcai óvoda és a temető ravatalozójának felújítása csak néhány a sorból. A város önkormányzata ezek mellett az utak, járdák helyreállításához is komoly segítséget kínált. A probléma egyébként az egész városban mindenhol, az az utak és a járdák állapota. Ez több lakossági fórumon is elhangzott. Igazából nem mondtak újat ezzel az észrevételes a lakók, mert hogy tudjuk, hogy ezek nincsenek jó állapotban, viszont minden alkalommal igyekszünk egy-egy utat felújítani, minden évben az idén is újítottunk fel utakat, és a járdákat is. Most az elmúlt években ugye Tolna városközpontjába, mert hogy ott járnak a legtöbben, az a legforgalmasabb útszakasz, de ezzel az önerős járdaépítéssel, ami azt jelenti, hogy mi adjuk az anyagot, és az ott élők pedig a munkájukat adják ehhez, ezzel elég sok járdaszakasz meg tudott újulni. Azt tervezzük egyébként, hogy a következő évben már a Jövőnk Energiatérség Fejlesztési Alapítványhoz, amit ebben az út járdaépítéses ablakba be tudunk adni, abból a Szent István utcát, hogy legalábbis annak egy részétnek a járdáját szeretnénk felújítani. A jövőben pedig újabb járda és útfelújításokat terveznek itt. Fejlesztés pedig most is zajlik a Mörzsi város részben. A Szent István ház civil házzá való átalakítása éppen a végéhez közeledik. 5 évvel ezelőtt adtuk át ezt a gyönyörű épületet, ahol most vagyunk, a Mörzsi Kulturális Központot. Én azt gondolom, hogy ez a mörzsieket szolgálja, és elég kihasznált is ez az épület, és hamarosan átadásra kerül itt a mellettünk lévő civilház.
A civilház felújítása 55 millió forint állami támogatásból valósul meg. Ebben az épületben kap helyet a Möskösség történetéről szóló Varga András könyvhagyatéka, illetve a civil szervezetek közösségi terét alakítják itt ki. 2017-ben több mint 30 helyi civil szervezetet tartottak számon. Mözsöt mindig is tolna részeként kezelte a város vezetősége. A polgármester szerint a mözsi városrésszel kiegészült és gazdagodott a település kultúrája, hagyománya. Én azt gondolom, és azt gondoltam az elmúlt ciklusban is, hogy Tolna és Mözs az egy település, és Tolnaváros önkormányzata minden alkalommal, minden döntésében igyekszik ezt szem előtt tartani, tehát nem teszünk különbséget Tolna és Mözs utcái és Tolna és Mözs lakói között.